Thank you.
Kertész Juhász Edith tanárnőt hallottuk, most majd a végén még fogjuk őket hallani, Haydn duettjét játszották el nekünk, és a megtisztelet és szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lencsés Közösségi Háznak, a tanácskozó termében Takács Vételék a Közösségi Háznak a vezetője. Örömre látom, hogy ennyien együtt vagyunk, de azt el kell mondjam, hogy 1991-ben, amikor a Városi Önkormányzat megalapította a Lencsés Közösségi Házat, akkor ennek az épületnek a fele állt a rendelkezésünkre, és ma már hihetetlenül hangzik, de ez volt a legnagyobb termés. Összes tevékenység 80%-a itt volt. És mindig azt mondtam, amikor ilyen sokan voltunk, hogy nem akartunk elférni, ez a bizonyos sok jó ember kis helyen is elfér, és bizony a tevékenység meghozta a gyümölcsét, mert ha nem lettek volna ennyien a látogatóink, akkor sosem épült volna meg a nagy termünk, amit 2002. március 15-én sikerült átadni. És ahogy mondtam, értelem szerint akkor ez volt nekünk a kiállító helyünk is, most pedig már három kiállító helyen bírunk, ugye van a tanácskozó terem, van a nagy terem, ott pont a Márványfutó műveseknek van kiállítása, és van az előtér, ahol pedig pont a Petőfi 200 címmel van egy kiállításunk, ugye a költő géniusz születési 200. évfordulójára emlékezünk. Olyan gazdag a tárlat, hogy még van alkotás, amire is esik ilyenkor. Nem csak a viszkedvéért mondtam, mert tényleg nem túl gazdag a tárlat. De akkor térjünk rá arra, hogy kinek köszönhetjük ezt a gazdag tárlatot, ugye itt áll mellettem, mögöttem mellettem, Gépat, aki Mária, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, valamikor majdnem egy lépcsőházban is laktunk, egy társaságban lányunk, hogy jól emlékszem, még talán együtt jártak iskolába. Mindenki ismeri, de azért néhány szó talán érdemes Marcsiról elmondani, Marcsi életéről, hogy hogyan jutott odáig, hogy festőklubot alapított. Tehát meghatározó volt számára a festőművész rajztanára Gazsi Endre, általa már gyermekfejében szeretett a rajz és a festés világába. A tanár felesége Illasszony hatására elkötelezte magát a kórus éneklés mellett is, fél éve Guba Andrással, már több mint 40 éve tagjai a Bartók kórusnak, többször egyébként felléptek a Lencsés Közösségi Ház nagytermében, és 45 éve házasok, nem még sokáig így is marad. András a legfőbb technikai munkatársa Marcsinak, ezt tennap én is megtapasztaltam, amikor láttam, hogy rakták föl szépen az alkotásokat, hisz András volt a kedves védje, volt a legfőbb segítség. Folytatva az indítatás, középiskolásként Mokos József festőművés vezette be a festészet titkaiba, szakkörében fejlesztette tudását, sajátította a fények, ábrázolásnak technikáját, szülei pedagógusnak szánták, de végül rajzolt, művészettörténetet, marketinget tanult Budapesten, és hazatérve kirakat rendező dekoratőrként tevékenykedett, évekig vezetett különböző szakköröket. A Csaba Center nyitásakor jelmezt kölcsönzőt nyitott, mely drámajátékok és kézműves foglalkozások színeiként is szolgált. Művészetét 11 egyéni kiállításon mutatta be, első kiállítását Bannel Zoltán művészettörténész nyitotta meg az egykori fiászban, amely Csaba gyöngyében 1996-ban majd szárnyai alá vette és látta el jó tanácsaival. A következő kiállítás 2015-ben nyílt meg a Lengyel Klubban, ezután sorban a Lencsés és a Jamnyai könyvtárakban, Mezőmegyeri Mezőberenyi és a Körös-Tartsai Művelődésházban, az Ipartestületnél, és nem utolsó sorban itt a Lencsés Közösségi Házban is volt abban az időszakban egy önálló kiállítása. És 2018. decemberében alapította a Pedlás Terápia Festőközösséget is. Hogy tapasztalatait továbbadhassa, 6 fővel indultak egy igazi padláson, de nem sokára meghívást kaptak a komfortosabb Lencsési könyvtárban, hamarosan 34 kiállítóval büszkélkedhettek. Gépad, aki Mária alapelvé közé tartozik, hogy vissza gondolatok teremtő erejében mindenki tud festeni, nem kell hozzá más, csak festésszín, vörös, sárga, kék, fehér, virágosítani, fekete, sötétíteni, 3 ecset, újra hasznosuló alapok, sok gyakorlás, heti 2 alkalommal festés. Nem a hibákat, hanem a jót keressük az alkotásokba, vallja ő,
politikamentesen, baráti légkör, egymásra figyelni, egymástól is tanulni. A fejlődéshez fontos a megmérettetés, legalább évszakonként kiállításokon és az immárosok adi kiállítás. Az eltelt 5 évben több mint 100-an bizonyították ezt, módszere jótékony hatásait. A néhai képviselő a mindenünk által ismert dr. Ferenczi Attila, és azt gondolom, ha hozzátenszem, hogy mindannyiunk által szeretett dr. Ferenczi Attila mondta, receptre írná ezt a módszert. Utódjával Varga Tamás alpolgármester úrral anyagilag is támogatták, illetve támogatják a festőklub működését, így ingyenesen lehet részvenni továbbra is a foglalkozásokon. Hálával tartoznak Mió Pálnak, aki most is itt tartózkodik közöttünk, kitüntetett figyelmért és a filmes dokumentálásért. Az ő ötlete volt, hogy fesse meg mindenki a keresztnevét, teljesítették a kívánságot, az alkotók nevei mellett láthatók a remekek is, ahogy körbenézünk most a terembe. Bárki kipróbálhatja magát, az alkotás gondolkodásra ösztönöz, a művészet csatlakozna a saját lelkünkhöz, segít abban, hogy megértsük és kifejezzük saját érzéseinket, segít az emlékezésben, élményeink feldolgozásában. Nem a szabályok betartása, a hibák keresése a cél, csak is a szabadság, az élmény megélése, új utak keresése. A stressz levezetésével a teremtés örömét adja, és az önkifejezés, önbecsülés eszköze. Soha nem késő, a fiatalság nem életkor, hanem a szellem állapotának függvénye, ha kialszik bennünk a lelkesedés, a lelkünk ráncosodik meg. A falakon látható képek a kemény meg és az online alkotók művei. Hosszú lenne mindannyiukról beszélni, ezért kérdezzenek, beszélgessenek a jelenlevő alkotókkal. A híres tejánk, ez most a közösségházra vonatkozva, a híres tejánk és Gépataki Mária tortájából egy-egy szeret fogyasztása mellett, ami kint várja majd a kiállítás megnyitása után önöket az előtérben, mert hogy ókái és cukrást is több mint 10 éve a marcsi. Ugye minden kiállításnak van egy története, hogy hogy kerül a közösségéhez. Ugye ennek a elő története népszerű az alkotás. Ennek az elő története, hogy ahogy utalnak rá, mint a szövegében, hogy a másnak ország kiállítása itt a, pont ebben a teremben egyébként, egy kivézetten jó hangulatú kiállítás, hanem mert kevesebben voltunk, jobban elfértünk, de tényleg egy nagyon jó hangulatú kiállítás volt. Másrészt pedig biztosan tetszenek tudni, hogy tavaly november 4-én városi közgyűlés volt, és a kialakult energia helyzete való tekintettel különböző intézkedéseket hoztak. És akkor hozták meg azt a döntést, hogy a megyei könyvtár és a fiú könyvtárnak gyakorlatilag bezárnak, amely eddig helyet biztosított a festőklubnak, és akkor a Marcsi megkereste a alpolgármester urat meg engem, hogy nem-e lehetne ennyi, mivel azonnal válaszoltuk, hogy de persze, hogy nem lehetne, mert hogy a mi intézményünk sok mindenről híres, arról különösen, hogy itt nagyon jól működő, aktív, összetartó közösségek működnek nálunk, és feltételeztem, hogy a festőklub is ilyen, és természetesen szívesen fogadjuk őket. És ha már fogadjuk őket, akkor én mondtam a Marcsinak, hogy mi lenne, ha itt egy kiállítás. Hát akkor meg így jön, én azt gondoltam, hogy itt mondjuk ez 6 alkotó, vagy 7, annak lesz 2-2 képe, és akkor itt szépen el leszünk. Igen. De aztán kiderült, hogy ez nem így van. Én őszintén mondom, hogy jön végignézni a falon. Amikor lenne a berendeztékén bejöttem, tehát összhatásában is nagyon jó. Tehát tényleg mutatja a sokszínűséget, az, hogy mindenki egy kicsit meg akarja mutatni magát, az, hogy milyen a gondolatisága, az, hogy különböző korosztályok vannak, azért ez látható az alkotásokon. Tehát én örülök annak, hogy itt is elmutatkozik nálunk a festőklub, és akkor választottam egy idézetet, ahogy tennap megnéztem az alkotásokat, mondom, hogy ez illene egy idézetet keresni, az pedig a következő. Igazi közösség ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.
A mi közösségeink, az intézmények, akik működnek, akár a természetjárókör, akár a nyugdíjas klub, akár a Bavanna klub, akár a Már Nagyfokló műhely, az mind ilyen. Tehát nem politizálunk, arra koncentrálunk, amiért összejövünk. Nem pretkálunk a másikról, nem bántjuk a másikat, azt nézzük, hogy hol tudjuk segíteni. Én föltételezem, hogy a festőklub is ilyen. Ha pedig ilyen, akkor itt van a helyen közösen, ez is a különbségi házban. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal én tisztelettel megnyitnám a kiállítást. Én kívánom, hogy sok János Manutárlóta kerüljön még sor. Ez jó erőt, egészséget kívánok, és az alkotóknak pedig ilyen jó alkotókedvet. Harmóniát. Igen, stresszmentesen, stb. Munkassák előkat, igen. Úgyhogy nagyon köszönöm, tiszteltel köszönöm a felkérést, tiszteltel köszönöm a figyelmet is, és akkor Macsi a szó, de még majd következik a kérdés is. Igen. Csak szeretném megköszönni, ez egy olyan nagy dolog részünkről, hogy megkérünk, és Erzsike is hozzájárult, mert ő beszélt először a Varga Tamáshoz, polgármesterünkkel, hogy tudom már megbeszéltük, hogy nem jól kötve a játékokat hurcolni, de két elefánt a kezét cserébe. Ezzel a végén készültem, de Marci most akkor fordulunk volt, aki a közösséggel az látogatója, különösen aki klubvezetője, azt tudja, hogy a szívünkhöz nagyon közelálló embereknek, hölgyeknek, azoknak egy ilyen orhideai virágcsokot szoktunk adni, köszönet gyanánt, munkájuk, megbecsülésed gyanánt, azért, mert az orhidei a tartós, szép és elegáns. Így van. Úgyhogy igen, és akkor Haydn duettnek a második felvonása következik. Köszönjük.
Neked pedig egy festői készletet. És még egy valakinek még tovább olyikat ajánlani kutatást, hogy festék készletet azért, mert ilyen ötlete volt, hogy vessünk meg a saját fejünket. Következő festedik a Mió Pál. És nektek is készültem, mint mindig. Csak annyit szeretnék erről az életről elmondani. Azért is választottam ezt a címet, mert az élet csodálatos. Elég, ha csak egy képre ránézünk, az is az. Minden alkotás magában, és ennyi egyszerre, az meg külön csoda. Kérlek. Vannak persze, nem is emlegetjük a rossz dolgokat, a sötét oldalt, és tényleg az a legjobb, amikor így együtt alkothatunk. Úgyhogy a szokásos ajándék, hogy valamit azért én is adok nektek, mert ott lesz a kosárban, most nem osztom ki, mert sokan vagyunk, de a következő kiállításunk címe már megvan, a színe és fonáka. És ezek olyan mozaikok, amit hogyha összerakunk egy egésznek, akkor összeáll a pázil. És gondolom már mindenki várja, hogy megkóstolhassa a tortát. Még egy kérdés, van-e olyan jelentkező, aki mostantól festegetne? Ki az a bátor? Jó, Jani már ki volt, de rajta kívül. Jó, Jani már ki volt, de rajta kívül. Van nyílik ott van, úgyhogy már is kap egy festékkészletet. A Város az Intézmény, ez a 308. kiállításom. Annyi van történelmi, hogy egyszerre ennyien fogtok és ennyien állítottak ki. Köszönjük! Így van, és az előtérnek a végén található az a bizonyos torpa, ami az Európai Hívő Tejánkkal együtt tudjuk. Mind a kettőt érdemes megköszönjük. Köszönjük a részünkkel! Thank you.